Nem éppen március végének megfelelő időjárás köszöntött be kedden délután a Vármegyében. A sűrű havazáshoz azoknak a járművezetőknek is alkalmazkodniuk kellett, akik már visszaváltottak a nyári gumira. Ilyen szélsőségekre a következő napokban, hetekben ugyan már nem kell számítani, a gyakori esőzések azonban tavasszal is ronthatják a látási viszonyokat. Szigszai Tihamér a Vármegyei Rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottságának titkára 35 perc című műsorunkban arról beszélt, nem csak a sofőröknek kell alkalmazkodniuk, a gépjárműveket is fel kell készíteni a változó időjárásra. Ez a tavaszi időszak az nyilvánvalóan az esőről fog szólni, a rosszlátási körülményekről, hasonlóan az őszihez, csak ugye az idő most már melegszik, tehát mondjuk a téligumi lecserélése aktuálissá válik, 7 fok felett van az átlaghőmérséklet, akkor bátran cserélhetjük a téli gumit nyárira. Mindenképpen érdemes ellenőrizni a járművünk világító és jelző berendezéseit, és mindenképpen érdemes ellenőrizni a tél után magát az ablaktörlő berendezést, hiszen ha egyszer is odafagyott az ablakhoz, akkor sérült a gumi, nyáron a nagy esőben nem fog szépen törölni, csíkossá válik, és lehet, hogy ez a nagyon picike kis csíkozás fogja azt eredményezni, hogy nem veszünk észre egy gyalogost vagy egy kerékpárost, és már is kész a baj. Úgy gondolom, hogy egy pár ezer forintos ilyen alkatrész cseréje, ez mindenképpen megéri a befektetést. Az egyre javuló időjárás hatására arra is számítani kell, hogy egyre több kerékpáros, rolleres és motoros vesz részt a közlekedésben. Szikszai Tihamér azt mondta, a balesetek elkerülése érdekében a két használóknak és a gépjármű sofőröknek is fokozott óvatossággal kell közlekedniük. De az enyhe időjárásnak köszönhetően sportosságból, kényszerből, ki tudja milyen okból, de nagyon sokan használják még mindig a kerékpárt a téli időszakban is, nagyon sokan használják főleg a fiatalabb korosztály rollert, és hát nyilvánvalóan a motor is megmaradhat, mint közlekedési eszköz, nem pedig hobbi és sporteszköz, mint közlekedési eszköz, hanem is azokra a nagy gyorsasági motorokra gondolva, de egy munkába járáshoz is több embert ismerek, aki télen is motorra jár, tehát számítanunk kell télen is ezekre az eszközökre. Nyilvánvalóan a nyára jó idő közelettével előkerülnek a garázsból ezek a féltett kincsek, felülnek rá a motorosok, biztos, hogy többen fognak kerékpárral is menni, hiszen már nem kényszerből, hanem élvezetből lehet tekerni a kerékpáron, a roller pedig, mint közlekedési eszköz továbbra is megmarad, hát nyilvánvalóan nagyobb figyelmet kell fordítani a gépjárművezetőknek, és hát a járművezetőknek, tehát a rolleresnek, kerékpárosnak is a másik kerékpárosra, rolleresre másfajta figyelmet igényel. Nyilván egy-egy kanyarodáskor számítani kell arra, hogy ezek a csendes és igen gyors eszközök megjelennek. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság eredetileg múlt hétvégén tartotta volna ilyenkor szokásos téli tavaszi átállás segítő akcióját a Nyírpláza parkolójában. Ezt azonban az esős időjárás megakadályozta. Az eseményt a tervek szerint április első felében pótolja a Balesetmegelőzési Bizottság, ahol a szakemberek ingyenesen ellenőrzik a gépjárművek aktuális műszaki állapotát.